A fűtési szezon kezdetekor a katasztrófavédelem évről évre felhívja a lakosság figyelmét a fűtő és tüzelőberendezések veszélyeire, mondta Nagy Péter tűzoltó alezredes. Mai fórum, illetve a mai kampányunk része a Ne gyújtsa, gyűjtse kampány sorozatunk első állomása. Ebben a mai előadásban arra szeretnénk a lakosság figyelmét fölhívni, hogy a tüzelőfűtő berendezésekben csak a tüzelőfűtőanyag elégetése szabályos, egyéb háztartási hulladékok égetése több szempontból is veszélyes lehet. A tapasztalat az, hogy a hideg idő beálltával sokan háztartási hulladékkal próbálnak fűteni, tette hozzá az alezredes. Ilyenkor ruhák, cipők, valamint műanyagpalackok is a kályhába kerülnek. Ezek az anyagok nagy szerepet játszanak a kátrány képződésben, ami számtalan veszélyt hordoz magában. Ilyenkor a tüzelőfűtőberendezésekben, illetve a kéményekben kátránylerakódás alakul ki, ami aztán későbbiekben kéménytüzekhez vezet, illetve a tüzelőfűtőberendezés tönkre menetelét is eredményezheti. A kampány részeként egy kis filmet is levetítettek a résztvevőknek. Ezzel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a háztartási hulladékokat gyűjtsék külön, és semmiképp se tüzeljenek vele. A lakossági fórumon bemutatkozott az új kirendeltségvezető is. Fábián István a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek volt a vezetője, október 1-től pedig Cegléden tölti be ezt a tisztséget. Fábián István elmondta, az a célja, hogy Cegléden is olyan szép eredményeket érjen el, mint Gödöllőn.